A Győri Balett társulatának több tagja és maga az igazgató is ellátogatott a Magyar Ispitába, ahol a Lakatos Gyél László grafikus művész alkotásaiból nyílt kiállítást tekintették meg. Kis János úgy fogalmazott, nagyon nagy tisztelettel gondol vissza az együttműködésre, az együtt gondolkodásra és az együtt munkálkodásra, mint a Győri Balett társulatának igazgatója, de több szálon is jó kapcsolatot ápol a grafikussal. De tanárúra úgy is gondolok, mint a Győri Balett és Képzőművészeti Iskola tanárára, tehát ő egyfajta mester is. Nagyon hosszú évtizeden keresztül, ugye itt látható az ő gondolkodása, hogy mi módon jelenítette meg különböző kiadványokba a Győri Balett bemutatóit, különböző eseményeit, a táncfesztiválok logóitól kezdve a prospektusai, amik hát nem csak itthon, de hát nemzetközileg is nagyon elismertek. A kiállításon pedig maga a művész vezette körbe a balettosokat, ahol különösképp a róluk készült plakátoknál időztek el. Aztán jött a 25 éves balett, ahol jött ez, és jött hozzá gyakorlatilag az akkori négyik az idő. Színházban. Jött a 30 éves. Ott átment a vörös, átment a aranyba. Sanci bele lett téve, 30. Ugyanúgy, ugyanazok az attitűdök, ugyanolyan ív és egyéb. Ez a kettő. 5 év a differencia. De analogia van. És attitűdjeimet azonosan. A plakát kiállítás tehát jó alkalom arra, hogy maguk a társulatok, egyesületek, cégek, hotelek vagy épp fesztivál központok munkatársa is elidőzzenek a Magyar Ispitában, ahol az alkotásoknak köszönhetően egy időutazáson vehetnek részt, mely régi szép emlékeket idéz fel.